Az első vizsgálatok szerint a pilóták hibáztak San Franciscóban, amikor lassabban landoltak az előírtnál, és néhány másodperccel később újra a levegőbe akarták emelni a gépet túl későn. A balesetben ketten meghaltak, és 180-an megsebesültek. A fekete doboz szerint nem volt műszaki hiba a gépen. Túl gyorsan történt minden. Azt gondoltam, talán nem nyílt ki időben a futómű, vagy valami hasonló, mert a gép farka a földhöz csapódott. A gép óra felemelkedett, majd a pilóták gáztattak, de a farokrész keményen a földhöz csapódott. Azt gondoltam, a pilóták korrigálni akarják a leszállást és ástartolnak, de nem ez történt, egyszerűen visszazuhantunk. Így írták le a túlélők, mi történt az Asian Air 214-es járatán, amely szombaton leszállás közben csapódott a földnek a San Franciscó-i repülőtér kifutója előtt. A szemtanúk beszámolóját támasztják alá az első vizsgálatok is. Másfél másodperccel a becsapódás előtt átstartolást jelentettek a pilóták, ami azt jelenti, hogy nem akartak leszállni, megpróbálták növelni a tolóerőt, felemelkedni és újra megkísérelni a landolást. Az amerikai repülésbiztonsági hatóság elnöke elmondta azt is, hogy a fekete dobozok adatai szerint a pilóták túl lassan közelítették meg a kifutópályát. A megközelítési sebesség jóval alacsonyabb volt az előírt 137 csomónál. A pilóta fülkében elhangzott beszélgetés szerint ennyivel haladt a gép. A fedélzeti adatrögzítő szerint azonban ez az érték jóval alacsonyabb volt. Ennek okát tovább vizsgáljuk. A dél-koreai közlekedési minisztérium közben megerősítette, hogy a másodpilóta mindössze 43 órát repült ezen a típuson, és ez volt az első hosszú távú tengeren túli repülése Boeing 777-essel. A pilóta egy átképzés után repült ezzel a típussal. Más gépeken már volt 9700 órányi repülési tapasztalata, de ez volt az első útja erre a repülőtérre. A gépen 291 utas és 16 fős személyzet tartózkodott. Hivatalos adatok szerint ketten meghaltak és 182-en megsérültek. A két halott egy 16 és egy 17 éves kínai lány, ők a gép hátsó részében utaztak, és holttestükre a gépen kívül bukkantak rá a mentő alakulatok. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy egyikük nem a landoláskor halt meg, hanem a mentő alakulatok gázolták el, amikor a géphez siettek.